Árulónak tartja Farkas Flóriánt az országos cigány önkormányzat elnökét, a szocialista Nyakó István. Az MSZP-s képviselő arról beszélt, hogy sajtóhírek szerint Baján a 32-es szavazókörben zsarolással sikerült rávennie közmunkásokat a helyi és a megyei roma önkormányzat elnökének, hogy a Fidesz jelöltjére szavazzanak. Közben az ATV.hu azt írta, hogy Kubatov Gábor emberei zavarták meg Bajnai Gordon sajtótájékoztatóját szombaton Baján. És még egyszer megkérem önöket, hogy nem szeretném, hogy a tévében benne lenne az arcom, mert nincs hozzá engedélyük, jó? Ez a hölgy, aki magát a roma önkormányzat dolgozójának nevezte, felszólította a Dohány utcai székház előtt tiltakozókat, hogy hagyják el a járdát, mert az nem közterület. Az MSZP-s képviselőnek és a szakszervezeti vezetőknek hiába beszélt, ezért az esemény végén a rendőrök is kijöttek, akiket a szocialista politikus azzal ültetett vissza autójukba, hogy már megtartották sajtótájékoztatójukat. Nyakó István szerint a bajai 32-es számú választókerületben történtek, vagyis hogy szervezetten vittek el szavazni közmunkásokat. Ezzel az ottani megyei kisebbségi vezetés és az őket támogató Farkas Flórián szerinte visszaélt a kiszolgáltatottak helyzetével. Ahogy fogalmazott, megzsarolták és megfélemlítették őket. A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének, illetve filmfelvételek szerint a megyei kisebbségi önkormányzat elnökének, aki egyébként Fidesz választmányi tag és a Lungódrom megyei elnöke, rávenni ezeket az embereket arra, hogy egy népnyúzó rezsim szavazataira adják le ezek a voksaikat. Ezt mi árulásnak nevezzük. Ezt az ellenzéki párt egyik aktivistája, Aradi Dániel Ózdról azzal fejezte ki, hogy a székház ajtajára ragasztott. Nyakó István ugyanakkor azt mondta, nem gondolja, hogy minden lungodromos áruló, vagy hogy minden országos roma önkormányzatnál dolgozó az volna. Farkas Flórián, akit a székházban és Szolnokon is kerestünk, nem hívott vissza bennünket. A mai Magyar Hírlapban viszont kifejti, a baloldal kétségbeesésében gyalázkodik, bűnbaknak kiáltja ki a cigányságot, pedig a saját házatáján kellene körbenéznie. Eközben az ATV.hu úgy tudja, fideszes aktivisták Kubatov Gábor emberei zavarták meg Bajnai Gordon szombati bajai sajtótájékoztatóját. A libával támadó fideszesek egyike Pécsről, a sajtótájékoztatót megzavarni igyekvők irányítója pedig, mint írják, a Fidesz székházfoglalástól lehet ismerős. Az ATV.hu szerint egyikük az a Káder Tibor, 18. kerületi fideszes önkormányzati képviselő, aki 2009-ben Páva Zsolt, akkori pécsi polgármesterjelölt kampányában irányította a fideszes aktivistákat. A 444.hu portál fotóján az látszik, hogy Kindlovics Máté, Kubatov Gábor jobbkeze igazította el Baján a szervezőket ezen a szombaton.